Vagyok, itt lovagolok a Bunkor lovagdába, az Imperial Lovas Klubba. És itt nálunk 2019-ben kezdtünk dolgozni, itt nálunk lehet lovas táborokat szervezünk, lehet órákra jönni, lovas iskolába, és mindenféle programokat szoktunk szervezni gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. Itt vannak nálunk háromféle lovak, lipicei lovak, nonius lovak, meg magyar hidegvérű lovak. Ezeket lehet lovagolni is, meg mennek fogathajtó versenyekre is. Itt nem csak lovak vannak, hanem vannak még sokféle állatok, vannak szamarak is, disznók, malacok, pónilovak is, kecskék, meg bikák. Amikor gyerekek jönnek programra, akkor lehet őket etetni, meg simogatni, meg megvakarni a lovakat, és persze lovagolni is, lehet a pónikon, a szamarakon is, meg a nagylovakon, traktorozni is lehet, meg uzsonnázni, meg mindenféle programokat szervezünk. Általában gyerekek szoktak jönni, úgy hát vannak gyerekek, 7 éves gyerekek, 6 éves, meg vannak idősebbek is. Általában szerintem legtöbb gyerek 11-2-3 éves, de vannak fölnőttek is, vannak 40 éves fölötti lovasunk is, úgyhogy mindenki jöhet ide, a lovaglás az mindenkinek való. Hát a gyerekek azt legjobban a lovagolni szeretnek, de azért a lovakkal is foglalkozni, vakarni őket, simogatni őket, etetni őket. A kedvenc a kisgyerekeknek azok a pónilovak, főleg a pöcsi, az a legkedvencebb pónilovunk, az olyan pöcsiskos. Mindegyik lónak van a saját neve, van munkanevük, amelyiket szoktuk használni edzés közben.